Ugye 15 vízitúra megállóhely fejlesztéséről beszélünk. Első körben ezekre fogunk pályázatot benyújtani a megyei és a helyi önkormányzatokkal együttműködve. A 15-ből 11 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van. Mekkora lehetőségeket kínál ez a megyének, illetve a megyében élő embereknek? Hát én úgy gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség, és valóban hatalmas lehetőség, és ez a szó az nem túlzás, hanem valóban így is gondoljuk. És aminek nagyon örülünk, az pedig az, hogy a Magyar Kajakkenu Szövetsége sikerült egy olyan együttműködést kialakítani, mint megyei önkormányzat, amely azt hiszem, hogy példaértékű, hiszen az egyeztetések során, amikor mi még csak körvonalaztuk a saját programunkat, ugye a terület és településfejlesztési operatív programból nekünk is vannak turisztikai forrásaink, amelyeket tudunk arra fordítani majd, hogy fejlesztéseket valósítsunk meg, és itt találkoztak a célok egymással már az első egyeztetés során is, és nagyon örültünk ennek, és pont emiatt nagyon fontos az, hogy a GINOP-ból megvalósuló fejlesztésekhez mi tudunk csatlakozni a TOP-ból megvalósuló fejlesztéseinkkel, és itt a ráhordó szakaszokon történő fejlesztések megvalósulásával még be tudjuk vonni a helyi akciócsoportokat is, és azt hiszem, hogy ez a hármas kombináció az, amely nagy lehetőségeket rejt magában, és biztosítja azt, hogy valóban olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a térség szempontjából, a megye szempontjából kiemeltek. És itt, amit még mindenképpen meg kell, hogy említsek, az maga az egységes arculat, amire törekedtünk, és ezért is kerestük az együttműködés lehetőségét, mert mi is úgy látjuk, hogy olyan komplex programokkal tudjuk a turisztikában rejlő gazdasági lehetőségeket is kiaknázni, amelyek valóban úgy vannak megvalósítva és úgy vannak előkészítve, hogy egy olyan turisztikai csomagot tudjunk biztosítani a célcsoportnak, amely egységes és valóban könnyen ellátható. Polgármester úr, a tokaji megállóhelyet milyen szempontból érdemes ön szerint fejleszteni, korszerűsíteni? Ugye az a baj, hogy maga a rakomazó oldalon lévő kemping ugye megszűnt, az volt a vízitúráknak az egyik bázisa. És elmaradtak azok az infrastruktúrák, illetve nincsenek is azok az infrastruktúrák, amelyek segíthetik ezt a vízitúrizmust. Most, ha ez kialakul, akkor egy olyan infrastruktúrával fog rendelkezni maga a város, ami mindenképpen a fejlődésnek lehet az alapja, és erre lehet építeni azt, hogy tényleg a Bodrogon és a Tiszán is beinduljon egy intenzív vízitúrizmus. Önöknél sikeres kajakkenu klub működik, benne korosztályos válogatott versenyzőkkel. Hogy látja, mennyire van átjárhatóság egyébként a versenysport és a szabadidősport között önöknél? Hát szerintem ez példa Tokaj mind a kettőre, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy utánpótlás olimpikonunk van, aki második lett annak idején a kínai olimpián, és ez is adhat egy lökést Tokajnak, hogy van egy versenyzője, aki meghatározója lehet majd jövőben a magyar kajakkenunak, illetve az a tömegbázis is kialakulhat majd így, ami a vízi túrázásnak lehet egy fontos lépcsője. Mindenképpen az ő személye is egy hívó szó, ahogy minél többen és minél szélesebb körben üljenek be a hajóba, és fedezzék fel Tokaj és Tokaj hegyalja szépségeit. Két olyan megállóhely van a ma bejelentett 15-ből, amelyik Tiszaújvárosban van. Ezeken a megállóhelyeken ön szerint mi az, amit a leginkább kellene fejleszteni? Hát először is komfortossá, esztétikussá kell tenni. Ma már hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy valami szép legyen, elegáns legyen, és ezt kell megvalósítani. Hát valamikor szebb napokat is megéltek ezek a komplexumok. 90-es években jelentősen romlott az állaguk. Mi is megpróbáltunk a magunk erejéből ezen változtatni, de a szövetség nélkül ez nem lehetséges. Szövetség és a pályázatok nélkül gondolom elsősorban. Polgármester úr, mennyire nyitottak egyébként a tiszaújvárosiak a kajakkenu sportágra? Lehet a szabadidős vonalra is gondolni, meg akár a versenysport vonalra is. Hát nagyon büszkék az elmúlt időszak eredményeire, arra 40 évre körülbelül, amióta a kajakkenu megjelent a városban. Támogatják, örültek annak, amikor az elmúlt évben a szövetséggel együtt már sikerült ott rendezni az egyik ingatlannak a tulajdonjogát. Biztos vagyok benne, hogy a tiszaújvárosiak ott lesznek az elképzelések mögött.